Az elmúlt hétvégén péntek este 8 óra és hétfő reggel 6 óra között a kijárási korlátozással összefüggésben nyíregyháza területén a rendőrség 33 figyelmeztetést, 31 helyszíni bírságot és 12 feljelentést alkalmazott. A közterület felügyelet 12 főt figyelmeztetett a kijárási korlátozás megszegése miatt, bújtosan és sóstón 10 esetben figyelmeztettek, hat esetben szabálysértési feljelentést tettek tiltott helyen parkolás miatt, egy esetben közigazgatási bírságot szabtak ki behajtási tilalom megszegése kapcsán. Az éjjel nappal nyitva tartó üzletek betartották az elrendelt korlátozást, nem szolgáltak ki vevőket, időben bezártak, a Bújtosi város ligetben is sóstón a tilalmi időben, mint hogy az egész város területén alig lehetett látni embert a közterületeken, tájékoztatta televíziónkat dr. Kásab Digitta, Nyíregyháza megyei jogú város aljegyzője.